Kovács Gergely a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, sziasztok! Az a helyzet, hogy önt egy viccpárt vezetőjeként, egy nagyon-nagyon jókedélyű emberként ismertük meg. Itt az egyenes beszédben is annyit szokott vicceskedni, és olyankor én is megpróbálok viccesen kérdezni. És azon gondolkodtam, amikor önt ma meghívtuk, hogy vajon a jó humorát ilyenkor, ilyen esetben, amikor ennyire személyesen, ilyen jelzőket használva jelenik meg valakitől, akkor úgy nem veszíti el? Bevallom őszintén, én nem tudom kicsoda ez a... Hogy hívták, aki írta ezt a szöveget? Várjon, megkeresem. Valami Tamás volt, nem? Nem. Azt ja. Mondja, várjon, van egy lista lovakkeresztesekről. Bájer Zsolt. Bájer Zsolt. Szóval én nem tudom, hogy ő kicsoda. Nyilván hát vannak emberek, akiknek ilyen színvonalú a véleményük, és hát... Nem tudom, én ezeken már túl vagyok, tehát nyilván egy bizonyos szint alatti dolgokkal hát nem szabad, vagy nem lehet foglalkozni, mert akkor hülyeségekre megy el az embernek az ideje, vagy nem tudom, hogy mondjam. És vannak értékesebb hülyeségek is az életben, nem? Tehát akkor... Ennél sokkal viccesebb hülyeségek is vannak. Tehát vannak vicces hülyeségek is, vannak egyáltalán nem vicces, ám de hülyeségek, értem én. Mindenesetre most tényleg megpróbálok valami komoly mondatokat kihúzni önből, lehet, hogy nem fog jól állni, és akkor abba hagyjuk a komoly mondatok kihúzása című cselekedetet, de hogy amikor először ezt meglátta, akkor tényleg tudott ezen röhögni, hogy jaj, hát ez már azért olyan szánalmas, vagy jaj, de vicces, vagy azért egy pillanatra azt mondta, hogy úristen, tehát tényleg itt tartunk? Az igazság, hogy amíg az ember ilyen jellegű, meg ilyen színvonalú kritikákat kap, az igazából egy ilyen megnyugtató érzés is. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy igazából nem nagyon lehet minket valós dolgokkal támadni. Ugye a pesti srácokon híresztelték, hogy mi fiatalkorúaknak fizetünk, hogy ők rakják ki a plakátainkat. Ez volt még egy ilyen marhaság, meg a Magyar Időkben sikerült egy plakáttal szidni minket, egy olyan plakáttal, ami nincs, tehát nem is volt tervben sem, meg ki sem posztoltuk. Nem is láttam, tehát hogy egy olyan plakát, amit önöknek tulajdonítottak, és akkor hogy ez... Igen. Tehát mondom, nekem ez a része, hogy nyilván elsőre az ember egy kicsit így megáll a szívverése egy 6 percre, de így az újraélesztés után viszont meg tényleg megnyugtató, hogy kb. Ilyen színvonalú a kritika. Tehát lepatkányozták. Jó, hát ilyen a magyar politika, ezt azért tudjuk, hogy itt vannak ilyenek. Nem, igazából bevallom, tényleg nem bosszantott fel ez, mert ez nem az a szint, amire így az ember így reagálna, vagy nem tudom. Nem vette el a kedvét, hogy politikai pártot vezessen? Nem, hát épp, hogy megjött. Hát tök fontos, hogy ne ilyen emberek vezessék az országot egyébként, tehát... Erőt ebből a kritikából, ezt annak hívják, ebből a valamiből ön erőt merített, hogy fú, még nagyobb lendülettel csináljuk, küzdjünk az országért, vagy... Nem tudom, mondom, én már nem nagyon tudom így felidegesíteni magam ezeken a dolgokon, szóval egy pár évvel feltudtam, aztán meg úgy vagyok vele, hogy hát nem tudom, tényleg látva ezeket a reakciókat, meg mondjuk akik mondjuk a plakátainkra firkálnak hasonló színvonalú dolgokat, tehát mint ugyanúgy volt plakátunkon horogkereszt, mint ahogy mondjuk Dávid csillag, mint üzenet a valaki részéről, nem tudom, szerintem ezek tényleg olyan jellegűek, hogy ez az emberek nem veszi el a kedvét, meg hát talán sőt, igen. De például a plakátozóinkkal is ugyanez volt, tehát az, hogy elkezdték letépkedni a plakátjaikat ipari mennyiségben, persze ott is nyilván az ember először nem örül, de abból is az lett, hogy utána sokkal többen jöttek plakátozni, sokkal több plakátokat raktak ki, vitték magukkal létrát, tehát ezt így megoldották az emberek, úgyhogy... Ja, hogy minél magasabban legyen, ne tudják azok elérni. Azok felmaradnak sokáig, igen. A jó magas plakátok. És az se vette el a kedvüket, de most nem, hogy azt így, hogy bele akarom beszélni önbe és a minket néző aktivistákba, hogy valami vegye már el a kedvüket, csak egyszerűen... Úgy megyek el, hogy abba hagyjuk az egészet. Nem, még beszélgetés közben rágja az ütőrét. Szóval, hogy nem azért csak akkor inkább mások kérdezik, tehát akkor sem érezte azt, hogy úristen, mit megpróbálunk humorral, a humor fegyverével szembeszállni valami olyasmi, amiről mi azt gondoljuk, hogy ez már máshogy nem... Máshogy ezzel már nem lehet szembeszállni, itt már nincsenek észérvek, ráadásul egy olyan kérdésre, amire jó választ nem lehet adni, akkor arra ne választ adjunk, hanem akkor próbáljunk a humor fegyverével élni. És amikor letépkedik a plakátot, amikor megtámadják az aktivistát, lásd
szentendrei taxis eset, amikor esetleg atrocitás éri a még más aktivistákat is, vagy Dávid Csillag, vagy Horog Kereszt kerül rá, akkor is egy pillanatra se érezték azt, hogy hát ez már nem olyan, ezt már nem lehet csinálni, mert most már nem veszik a lapot, és ebből csak baj lesz. Nem, hát nyilván ilyenkor az ember lépéseket tesz, úgyhogy a mennyiteket odaadtuk, tehát mennyitek kísérték a plakátozóinkat egy idő után. Sajnos elfogytak a mennyitek, és a Szentendrei srácnak már nem jutott, de nagyon sok helyen megvédték az aktivistáinkat. Tehát, hogy azért már múltkor mindig savköpő helyett savlekötőt mondta, vagy mit is, akkor lehet, igen, hogy így kicsit lebénultak a mennyitek, és már nem olyan aktívak, nem? Igen. Én vagyok aludás. Nem, tényleg úgy jött ki az egész, hogy úgy tűnt, hogy emiatt egyre többen segítenek nekünk, tehát összességében, igen, nem vette el a kedvünket. Aha. Milyen atrocitások érte? Hát a Szentendreiről tudunk, ott feljelentés is született? Igen, el is kapták a taxist, megtalálták. Hát azt nem volt nehéz, igen. És máshol? Hát ilyen ott kiabálások voltak, volt, ahol megállt egy kocsi, és akkor kiszálltak emberek, de a mi aktivistáink, passzivistáink meg beszálltak az ő kocsikba, és akkor gyorsan elhajtottak. Tehát más ilyen nagyobb gond nem volt igazából. Mi lesz október 3-ától? Hát jó kérdés, nyilván attól függ, mi lesz az eredmény. Még amivel készülünk, ami talán fontos és nem vicces, hogy készítettünk egy magyar startuppal egy közösen egy alkalmazást. Ugye az, hogy nagyon sokan félnek, hogy elcsalják a szavazást, és esetleg ezért félnek elmenni érvénytelenül szavazni. Úgyhogy készítettünk egy olyan alkalmazást, amivel hát lehet üzenni majd a kormánynak. Ez a kedfarku.com-ról letölthető, meg a, ugye iPhone-ra, meg a Google Play-ből letölthető. Ez kedfarku app a neve. Aha. És ez azt tudja, hogy október már működik ilyen tesztüzemmódban, de hogy majd október 2-től lehet vele egy fotót készíteni, illetve az ember megadhatja, hogy melyik megyében szavaz, ha szavaz, és megadhatja, hogy ő érvényesen vagy érvénytelenül szavazott, vagy pedig el sem ment. Ezt már most nem is tudom, ilyen 5-10 ezer ember letöltötte ezt az alkalmazást, ugye egy nap, tehát ma jöttünk ki vele, úgyhogy remélhetőleg ez egy ilyen nagyon komoly, akár egy 100 ezeres tömeg lehet, aki ezt használja, és utána ebből megyénkénti bontásban 10 percenként frissítve folyamatosan információ lesz október 2-án, hogy ki hogyan szavazott. Ja, tehát hogyha letöltöm az apot, akkor nem csak én tudom beírni azt, hogy nyilván az látszik, hogy hol vagyok, és hogy akkor most szavaztam érvénytelenül igennel vagy nemmel, hanem akkor ott kijön mindjárt egy összesítés, és hogy eddig hol tart az. Igen, tehát az ember készített fotót, illetve beüli, hogy hogyan szavazott, ez felkerül azonnal egy online adatbázisba. A fotó az miről kell, hogy készüljön? Hát amiről akar, alkalmasint a szavazólapról, de lefotózhat egy fát is, ha mondjuk ő nem ment el szavazni, és úgy érzi. Aha. És akkor napközben ugye nem sok adat van napközben a választásról, csak a részvételi adatok vannak két óránként. Úgyhogy ez lesz az alkalmazás, amivel végül is megpróbáljuk majd közvetíteni élőben a szavazást, illetve hát annak a ránk vonatkozó részét. Ugye az igeneket meg a nemeket azt nem közvetítjük, mert azt nem szabad. Csak ezeket is. Ugye nyilván utána jártunk ennek, hogy ez mennyire legális, és hát úgy tűnt, hogy legális, mert hogy ő semmiféle személyes adatot nem fog tárolni a felhasználóról, tehát a választásnak, szavazásnak a titkosságát ugye azt nem fogja sérteni. És hát reméljük, hogy egyrészt ugye megtartja, hogy nyilván lesz több száz ezer érvénytelen. Azért így ilyen formában, hogy semmilyen adat, amit feltölt, az nyilván rajta, tehát ott nincsenek adatok, tehát nem névvel kerülnek az adatok, de az, hogy ez egy létező személy, egy bizonyos ID-vel, tehát ha letöltött egy appot, akkor ő beazonosítható. Nem, hát egyetlen egy dolgot tárolunk, ugye a telefonoknak az azonosítóját, de azt is úgy kódolva, hogy mi sem tudjuk azt visszafejteni. Ez is azért kell, hogy ne tudjon kettő fotót készíteni senki, hanem csak egyet. Ha most ezt valaki megtámadja, és emiatt lesz érvénytelen. Hát végül is ez a cél, hogy de érvénytelen. De nem az a népszavazás, tehát úgy, hogy kvázi valami súlyos törvénysértés történt, és meg kell ismételni, és akkor mi még egy hónapig tart a kampány, és akkor lesz még egy népszavazás. Hú, szerintem sok passzivista nagyon mérges lesz. Hát mi most már belejöttünk a kampányba, úgyhogy bár valóban is már legszívesebben aludnék egy fél napot valamikor, de nem tudom, hát akkor folytatjuk tovább a kampány még. Na jó, ne legyen így, hát gondolom, hogy körbejárták, hogy itt törvényileg mi lehet, igen, és mi nem. Na hát ennek az lenne a célja, egyrészt nyilván, hogy lássák napközben az emberek, hogy milyen sok érvénytelen szavazat van, másrészt, hogyha valóban lesz több százezer érvénytelen szavazat, ráadásul megyénként,
kibontásban, akkor azért ez szerintem elég eltántoríthatja azt, aki esetleg csalni szeretne a választáson. Ennyire nem volt még soha aktív a két farkú kutyapárt. Oké, akkor, amikor jelöltjük Mogács Dániel emlékezetes módon elmesélte itt az Egyenes Beszéd nézőinek is két rágó gurigatás közben, hogy Erzsébetvárosban mit szeretne, az elég aktív volt valóban, de hogy most aztán tényleg beleszálltak a nagy politikába, és azért kérdeztem, hogy mi lesz október 3-ától. Hát most akaratlanul létrehoztuk a vidéki szervezeteinket, úgyhogy tényleg nem is tudom, mennyi, körülbelül 2000 ember van már, aki segít ebbe, tökénye ebbe az egész kampányba, akiknek tényleg nagyon köszönjük, amiket csináltak. Nem ússzák meg, hogy ne legyen folytatás. Igen, hát most az lesz, amit elkezdtünk Budapesten, ezt a illegális városfelújtó mozgalmat, ezt most kiterjesztjük vidékre, és akkor létrejönnek megyeszékhelyenként a klubok, és akkor le lesznek festve a padok a többi városban is. El tudja képzelni, hogy 2018-ban induljanak a választásokon? Nyilván, hát az ember azért csinál pártot, hogy megnyeri a választást. Én úgy látom, nem lesz túl nehéz összehoznunk egy országos listát, meg az elég aláírást összeszedni. Miniszterelnök jelölt? Hú, ez még egy jó kérdés. Hát remélem nem én leszek, jó lenne valami alkalmasabb személy nálam. Mogács? Hát vele meg már régen beszéltünk, de hát ez még, erre még van másfél évünk, hogy kitaláljuk. Hát akkor keresni kell egy kétfarkú kutyát. Zajlanak a kétfarkú kutya nemesítési kísérletek. Egyelőre 1,7 faroknál tartunk. A választásra összejött a kettő, és akkor ő lesz az ideális jelölt. Azt tuti. Köszönöm szépen, hogy köszönöm, itt volt. Köszönöm.